Budapesten vizsgálódott az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága a soraiban olyan alakokkal, mint a zöldpárti hungarofób nyilatkozataival ismerté vált Daniel Freund, illetve Cseh Katalin Momentumos képviselő, akinek az egyik cége ügyében egyébként korrupció nyomoznak, és nemrég milliárdos vagyon lefoglalásra is sor került, de ott volt Rónai úr is a DK részéről, akik a Kampányfinanszírozás ügyében, mármint a pártja kampányfinanszírozás ügyében mondhatna még néhány érdemleges dolgot az állami számvevőszéknek meg úgy blokka nyilvánosság felé is tartozna elszámolással. Na, hogy egy ilyen összetételű testület mennyiben segítheti elő a korrupció elleni harcot, arról a XXI. század intézet elemzőjét nagy ervint fogom megkérdezni a következő percekben, aki már itt is van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hadd idézzek az állami számvevőszék tegnapi közleményéből, mert az sok mindent elmond. Üm idézet következik tehát. Az Európai Parlament delegációja úgy nyilatkozott az uniós forrásokat érintő számvevőszéki gyakorlatról, hogy a témában jelenleg zajló vizsgálatok, azok folyamata, módszertana és azokat érintő digitalizációs, illetve kockázatelemzési fejlesztések egyáltalán nem érdekelték. Ezzel kapcsolatban egyetlen kérdést sem intéztek az AS vezetéséhez. Kizárólag a jelenlegi vezetés hivatali idejét megelőző időszak gyakorlatára voltak kíváncsi, és az ASZ elnök elnökétől a korrupciós helyzet általános személyes értékelését, szakmailag alá nem támaszható következtetések megfogalmazását, egyfajta politikai nyilatkozatot vártak. És azt is hozzáteszik, Példátlan az is, hogy az EP delegáció tagjaként a kampányfinanszírozás vizsgálatával érintett párta a Demokratikus Koalíció képviselője személyeskedő támadást intézett a pártját éppen vizsgáló számvevőszék elnöke ellen. Mit lehet elmondani ezen felül a, ennek a költségvetési ellenőrző bizottságnak a munkájáról, jelenlétéről és az egész jelenségről? Milyen üzenetet hordoz ez például az Európai Unió ösztekintéjét nézve? A költségvetési ellenőrzési bizottság több tagországban megszokott jelenni, így ebben túlzottan nagy látnivaló nincs. Az viszont, hogy az időzítés mostanra esik, és hogy ennek a bizottságnak milyen összetétele van, a bizottság tagjainak milyen nyilatkozatai voltak, amelyek tartalmaztak egy prekoncepciót Magyarországgal szemben, mi szerint véleményük szerint Magyarországon rendszer szintű a korrupció, és nem működik a jogállamiság ahogy ezt már előzetesen is több bizottsági tag megfogalmazta. Most ezekből arra következtethetünk, hogy maga a jelenlét, maga az, hogy a Költségvetési Bizottság idejött, az egy politikai játéknak a része. A politikai nyomásgyakorláshoz kapcsolódik az, hogy elfogult, súlyosan elfogult, politikai vádaskodással érkezett meg Magyarországra ez a bizottság. Azért felhívnám a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy természetes, hogy egy ilyen bizottság egy tagországban megjelenik. Az igazságból nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy 2010 előtt ilyen bizottság Magyarországon nem járt. Tehát amikor a Gyurcsány Gyurcsán bajnai kormány volt, akkor nem vizsgálták a magyar országi költségvetés ezen részét, illetve az ingletvonamit, a szállását. Pedig lett volna mit, főleg azok után, hogy kiderült, hogy nem jó számokat adtak le még Gyurcsány Ferenc 2005-2006 kormányzásai időszakában. Tehát igazság szerint már ebben is érzékelhető egyfajta kettős mércet. De ha tényleg abból indulunk ki, hogy az állami számvevőszék is Érzékelte azt a fajta egyoldalúságot, azt a fajta politikai elfogultságot, amely egyébként az elmúlt két-három napban minden szereplő részéről kitapintható volt. És még egyszer mondom, az a prekoncepció, amivel ide érkeztek, tehát elég megnézni Dénél Frajnak, vagy a többi tagnak az előzetes nyilatkozatait, azokból szerintem egyértelműen arra lehetett következtetni, hogy ennek a bizottságnak a működésébe, kódolva van a magyar ellenesség, kódolva van az, hogy politikailag elfogult, és véhetően, majd azt látni fogjuk, egy elmarasztaló, de politikai vádakkal, hamis vádakkal, politikai nyomásgyakorlással megterhelt jelentést fogunk majd kapni. És hát az is sokat mondó, hogy hogyan viselkedtek a bizottságok, a bizottság tagjai a meghallgatáson, az általuk oly fontosnak ítélt dolgokkal kapcsolatos információkra, nem voltak egyszerűen kíváncsiak. Juhász Hajnalka arról számolt be, ugye tagja volt annak a háromtagú bizottságnak, amelyben Bánkérik és Vejke Imre is részt vett, arról számolt be, hogy kifejezetten illetlenül, tiszteletlenül viselkedtek, miközben feltették a kérdéseiket a magyar kormány, illetve a magyar parlament képviselői felé. Trécseltek vicceltek, nem figyeltek oda, tehát még csak nem is leplezték azt, hogy mennyire komoly telen ez az eljárás. Most ezzel kapcsolatban nekem csak két problémám van. Az egyik az az előbb említett, hát a tekintély, a tek, az unió egészén, egészének a tekintélyén eső csorba, a másik pedig az, hogy nem végzik el a munkájukat, tehát nem dolgoznak mert állítólag ezek a problémák, amiket ők felsoroltak, ezek rendszer szintűek, nagyon komolyak, nagyon aggasztják őket, hát akkor legalább a figyelmet el lehetne játszani. Az a baj, hogy az ez a harmadik problémám, hogy nem készült videófelvétel erről a meghallgatásról. Egyébként ez tiltva van? Nincs kötelezve, tehát nem kötelező, hogy bármilyen ilyen dokumentáció készüljön, és nyilvánvalóan akkor a képviselők, a parlamenti vizsgálóbizottságnak a tagjai, mivel nem az átláthatóság az érdekük, hanem a politikai nyomásgyakorlás, és ezt hozta őket is ide. Ezáltal számukra az a lehetőség, hogy nem kötelező készíteni ilyen dokumentációt, az egyértelműen egy olyan lehetőség volt, amit ki is használtak. De egyébként itt valóban két oldalról érdemes ezt a helyzetet nézni. Az egyik az túlmutat Magyarországon, és túlmutat ezen a politikai vitán. Régül is itt arról van szó, hogy az Európai Parlament úgy viselkedik, mint hogyha felsőbb hatóság lenne, mint hogyha egy nemzetállam felett állhatna. Sőt, tovább megyek, az Európai Parlament egy bizottsága próbál úgy megnyilvánulni, mint hogyha az, amit ők mondanak, vagy az, amit ők tesznek, az az egész Európai Unió véleménye lenne. Holott ez nem igaz, ez egy intézménynek a politikailag motivált és összetételében politikailag elfogult ö, csoportja és hát az a prekoncepció, amivel ide érkeztek, az mindenképpen az elfogultságot mutatja. Tehát ez a fajta birodalmi attitűd, amit egyébként nagyon sokszor látunk az utóbbi időben az Európai Unió egyes intézményeinek a részéről, ez az, ami egyébként túlmutat a Magyarországgal kapcsolatos kötözködésen, ez az, ami szétfeszíti valójában az Európai Uniónak a kereteit, Sőt, mivel egy önsorsontó belső civakodás is megfigyelhető ebben, kicsit tágítva a perspektívát. Azt is mondhatnánk, hogy abban a geopolitikai versenyben, ami most folyik a világban, az Európai Unió éppen azért fog lemaradni, és éppen azért van lemaradásban, mert ilyen belső vitái vannak, ennyire politikailag terhelt, és ilyen igaztalan vádakkal gyengíti meg az egész európai kontinens önmagát. Hisz ezzel és itt az uniós pénzek kifizetéséről beszélek, a gazdasági kapcsolatokról beszélek, és itt tovább még folytathatnánk azokat az anyagi javakat, amelyeket meggyengít ez az Európai Uniónak ez a fajta birodalmi attitűdje, Ugyanakkor viszont magának az uniós kereteknek a szétfeszítése is zajlik, mint hogyha az Európai Parlament. Ismét rálépett volna arra az útra, ami egy rövid időre megszakadt a korrupciós botrányok miatt, amelyek az Európai Parlamentben voltak. De most, mintha még egyszer ráléptek volna a gázra, ami abba az irányba vezet, hogy az Európai Egyesült Államokat akarják megvalósítani. Tehát az Európai Parlament túlterjeszkedik politikailag olyan kérdéseket, célokat, szándékokat, keres és vállal fel, amelyek túlmutatnak az ő szerződések szerint megszabott gyakorlatán működésén, és ezzel egyfajta birodalmi lépegetőként megpróbálják megvalósítani egy föderálisabb Európát, egy európai Egyesült Államokot. De nyilvánvalóan ez az eset egyik oldala, a másik oldala most aktuálisan minket jobban bánt, mert igaztalan vádakról van szó. És ön is sorolta azokat a képviselőket és megfigyelőket, akik részt vesztek az Európai parlamenti bizottság munkájába, egy dologra még hagy hívjam fel a figyelmet. Cseh Katalin, mint megfigyelő, ő ugye a korrupciós ügyekben mostanában elég sok vád érte, ami egy kicsit furcsává teszi az Európai Uniós pénzek felhasználásának az ellenőrzését, már csak azért is, mert ugye a vád az, hogy Orbán Viktor a személyes haverjainak, ugye így fogalmazott a bizottság, osztja szét az uniós pénzeket, ami egyébként össze, összecsengés rimmel a hazai ellenzéknek a vádjaira, igaztalan vádjaira. Nos, Cseh Katalin Európai Uniós pénzeket nyert el még, amikor cégvezető volt. Tehát ebből most két dolog következhet, ami nyilvánvalóan mind a kettő butaság, hogy vagy Cseh Katalin Orbán Viktor haveli társaságába tartozik, vagy Cseh Katalin úgy nyerhetett meg pénzt, hogy az ő ö, ö, narratívája szerint elvileg ezt nem nyerhette volna meg, mert nem tartozik ebbe a körbe. Tehát nagyfokú az ellentmondás. És még egy utolsó gondolat, Rónai Sándor, aki a Demokratikus Koalíciónak az európai parlamenti képviselője. Ő is megfigyelőként részt vett a bizottság munkájában, és ne felejtsük el, hogy Rónai Sándornak a felettese, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke nem oly régen többször is úgy nyilatkozott, mint hogy ők mindent megtesztek azért, sőt hazafias kötelességnek tartják azt, és nagyon sokat dolgoznak azon, hogy Magyarország ne jusson hozzá az uniós forrásokhoz. Szerintem ebből következtetni lehet a bizottság valódi céljához, meg akarják akadályozni azt, hogy Magyarország hozzájusson az egyébként járó, jogosan járó uniós forrásokhoz. Még egy kérdés erejéig az igaztalan vádakkal kapcsolatban, ami szorosan kapcsolódik ehhez, amit ön is mondott, mert tényleg hajmeresztő állításokkal próbálják meg ideologizálni azt, hogy miért is volt nekik itt tennivalójuk. Olyanokat mondtak, hogy a legrosszabb történeteket az európai vállalatok itteni képviselőitől hallják, zaklatják és nyomást gyakorolnak rájuk, mármint ezekre a vállalatokra, hogy vállalati részvényeket adjanak a kormányhoz kötődő oligarcháknak de hát ezt kitől hallották, mert ugye a, a, német cégeket és vállalatokat, Magyarországon működő cégek, német cégeket tömörítő gazdasági testületnek az elnökét, ugyanez a bizottság nem hagyta néhány hete szóhoz jutni, amikor elmondta volna, hogy, hogy mi is a helyzet ezen a téren. Tehát kitől kapják ezeket az információkat? A tasztól? Valóban igaz az, hogy a Magyarországon dolgozó német cégek, a Magyarországon működő, prosperáló német vállalatoknak a az érdekképviseletének a vezetőjét nem engedték felszólalni az Európai Parlamentben, és mint most is gúnyolódtak volna rajta, Daniel Freund küldött is üzeneteket, amiben gúnyolódott ezen érdekszervezetnek a vezetőjén, illetve a munkájukon. Ez is mutatja azt, hogy olyan véleményre nem kíváncsiak, amelyek pozitív színbe tüntetnék fel Magyarországot. És való igaz az, hogy civil szervezetekkel, úgynevezett civil szervezetekkel, NGO-kkal, soros szervezetekkel is találkozott ez a Bizottság. Amikor az Állami Számvevőszékkel ta, találkozott a, a, a minisztériumba jártak, illetve a bizottságok, az, a Magyar Parlamentnek a bizottsági vezetőivel beszéltek, akkor ugye hallhattuk azt a szereplőktől, hogy egyrészt nem lehetett, ezek a, nem, nem lehetett nyilvánosság előtt megtartani ezeket a beszélgetéseket, másrészt pedig igencsak elfogultak, sértegetőek voltak. A másik oldalról pedig találkoztak azokkal az NGO-kkal, amelyek évek óta támadják a magyar kormányt és Magyarországot is. És felhívnám a figyelmet arra, hogy szinte ugyanazok a mondatok hangoztak el most a bizottság részéről, miszerint Magyarországon nem működik a jogállamiság, miszerint Magyarországon rendszer szintű a korrupció. Sőt, ez a szófordulat, hogy Orbán haverjaihoz kerül az Európai Uniós pénz, ami egyébként minden szakmaiságot, sőt, talán a diplomácia nyelvét is megszegi, már a publicisztikai nyelvezet. Ezt is a demokratikus koalíciótól halljuk idehaza, és most megismételte ezt az itt járó bizottság. Tehát ebből egyértelműen arra következtethetünk, hogy ez a bizottság azért találkozott a különböző NGO-kkal és a különböző soros szervezetekkel, hogy ezt fel tudja mutatni külföldön, mi szerint ők itt olyan körutat jártak volna be, ahol megkérdezték a társadalom összes. Szereplőjét. Hozzáteszem egyébként, van itt egy csavar, amiről még érdemes majd beszélgetni, hogy hogy gondolják azt, hogy amikor azt mondják, hogy ne a kormány, ne a parlament legyen az, aki majd dönt az Európai Uniós pénzeknek a felhasználásáról, hanem az NGO-k. Amikor Magyarországon választások voltak, és a választáson ez a parlament kapott felhatalmazást, és ez a kormány van ma az állampolgárok szavazatai és a döntése alapján kormányon, hogy gondolják azt, hogy ezeket a pénzeket adják oda, vagy adjuk oda olyan NGO-knak, akiket senki nem választott meg. Tehát ez is egy vitára való ok. És hát Európában sem így működnek azért a dolgok, tehát úgy követelnek valamit tőlünk, miközben ők azért kínosan ügyelnek arra, NGO-k lobby ereje Brüsszelben ide vagy oda, hogy azért a, a pénzek felett nem az NGO-k diszponálnak Berlinben sem, és Brüsszelben sem, meg sehol máshol sem. Persze minden nagyobb és minden szuverenitását védő állam azért megpróbálja ezeket a jogköröket, nyilvánvalóan a... A, a logika, az észszerűség a józenész szerint magánát tartani és nem kiengedni a kezéből. Inkább itt azt látom, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek. Tehát még Franciaországban teljesen mindegy, hogy milyen színű a kormányzat, vagy melyik párcsaládnak a tagja az, aki elnökként regnál, azért ők ragaszkodnak azokhoz a egyébként szokványos eljárásokhoz, amit most rajtunk számon kértek, hogy például a közbeszerzéseknél Franciaországban előnyben részesítik a francia cégeket. Ahogy Németországban is, erre van gyakorlat. Amikor Magyarországon ez történik, akkor rendszer szintű korrupciótról beszélnek, amikor Magyarországon ez történik, akkor követelik azokban, az, azokban a hír, el, elhíresült mérföldkövekben, amiket most az uniós források miatt megfogalmaztak, hogy legyen egy olyan jogszabály beépítve a közbeszerzési eljárásokban, hogy ezek az NGO-k és a különböző nemzetközi érdekcsoportok újra és újra ö, Bírósághoz nyújthassanak be kérvényt, hogyha az a közbeszerzés nem nekik jut. Tehát van egy ilyen kitétel ebben a úgynevezett 17 mérföldkőben, ami már azóta növekedett. Tehát azért látni kell azt, hogy itt vannak olyan érdekcsoportok is, amelyek azt szeretnék, hogy Magyarországon ők jussanak hozzá ez az uniós pénzekhez, ne pedig magyar cégek, ne pedig olyan magyar kis- és középvállalkozások, vagy magyar önkormányzatok, nem is beszélve egyébként a pedagógus társadalomról, mert azért erről is szót kell ejteni, hogy pont azokról az uniós pénzekről beszélünk, amiből a, a, pedagógus bérrendezést meg lehetne oldani, és ezt tartják vissza, és ebben pedig közösen együtt gondolkodnak, együtt cselekednek a magyar ellenzékkel. És hát valóban igaz az, hogy Európában nem ez az a gyakorlat, Európában azért az áll, a, 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 nagyobb országokban az észszerűség határain belül, és a józanés szerint igyekeznek a, abban, hogy a saját Országok a saját nemzetüknek a kis és középvállalkozásaikat erősítsék, tőkésítség, és azokkal végeztessék el a munkát. Hát sajnos megint csak az a birodalmi attitűd látszódik ebben. Itt arról az oldalról közelíteném meg, hogy a nyugat-európai nagyhatalmak közül Németország is, és mondjuk a Benelux-szállomok is, néha Franciaország is, de Brüsszel mindenképpen úgy tekint erre az országra és úgy tekint erre a régióra, a közép-kelet-európai régióra, mint egy legyőzött régióra, ahol a birodalmi érdekeket lehet érvényesíteni, és egyfajta gyarmati attitűdöt lehet létrehozni. Egyébként feltűnően csöndben, nagy a csöndben vannak az ellenzéki pártok, pedig azért itt az elmúlt napokban két világbotrány is napvilágot látott Magyarországgal szemben. Egyik, amit most bontszolgattunk, ennek a költségvetési ellenőrző bizottságnak a munkája Budapesten, a másik pedig a barátság kőolajvezeték felrobbantására irányuló ö, ukrán terv napvilágra kerülése. Mellékszálaként az azóta egyébként cávol, cáfolt brüsszeli ukáz, de hát azzal kapcsolatban is elmaradtak itt, még akkor is, hogyha nem történt meg Ursula von der Leyen asszony részéről ez a fajta felhívás, mindenféle ellenzéki reakció elmaradt, mind a két nagyon súlyos Magyarországot érintő ö, ügyben. Ugyanakkor ezen a hétvégén az ország 24 helyén tartanak majálisokat és családi napokat. Legyünk együtt, játszunk, szórakozunk, beszélgessünk családról, hétköznapokról. Ezt tette közé Gyurcsány Ferenc, azt hiszem talán tegnap a közösségi oldalán. Tehát miközben ezek a villámok csapkodnak itt a fejünk fölött, megérkezett a családbarát baloldal? A baloldal nagyon sok kérdésben is most is. Nem a nemzet, nem az ország, nem a polgárok, a közös középvállalkozók, a pedagógusoknak az oldalára áll, hanem megpróbál pótcselekvésbe menekülni, vagy örül annak, végül is itt közös az érdek, hogy elmarasztaló ítéletek, súlyosan elfogult elmarasztaló ítéletek születnek Magyarországgal szemben nem akarok cinikus lenni, de mint ez egy ünnepség lenne a demokratikus koalícióra, tehát nem a családoknak szól, hanem a saját közösség megünneplésének, és annak a megünneplése, hogy tényleg olyan nyomás van a kormányon, és olyan nyomás van Magyarországon, amit azért nehéz politikailag stabilan kibírni. Egyébként a Momentum kordonbontásra készül, ugyanazon a hétvégén, illetve a mai nap, ez megint csak egy komoly talanságot mutat, a Momentum már jól ideje próbálkozik ezzel a botrány politizálással, van összefüggés, annyiból van összefüggés, hogy Magyarországon politikai nyomás van, és ugyanakkor belülről próbálnak egy politikai rendetlenséget okozni, a stabilitást felbillenteni. A DK az más irányba való egy kicsit ravaszabban teszi ezt, mert azért miközben ünnepelnek, is tartanak, azért Rónai Sándor ott dolgozik a Magyarországot igaz igaztalanul e, súlyos vádakkal elítélő, megítélő bizottság mellett, tehát ők egy kicsit ezt körmönfontabban is ügyesen csinálják, de visszatérve néhány mondatba az eredeti problémára, ha valahol lenne vizsgálandó e, probléma, ha valahol lenne olyan e, gond, amit az Európai Uniónak kezelnie kell, akkor az az, hogy egy Európai Unióban igyekvő, egy a NATO-ba felvételt kérő ország, Ukrajna, egy ilyen szándékot fogalmaz meg, annak a vezetője egy terrorszándékot fogalmaz meg egy olyan országgal szemben, Magyarországgal szemben, ami része a közösségnek. Tehát a józan ész szerint a közösségnek ebben az ügyben kéne vizsgálódnia, az Európai Uniónak ebben az ügyben kellene bizonyos lépéseket megtenni, vagy egyáltalán megkérdezni, hogy ezt hogy gondolták, de még idáig sem jutottunk el a történetben. Tehát ezek nagyon súlyos kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kellene, amelyekkel az ellenzéknek is foglalkoznia kellene, sőt, én azt hiszem, hogy az ellenzék maga is jobban járna, ha felsorakozna legalább ilyen alapvető kérdésekben a nemzeti ügyek mellett, mert hát az elmúlt 13 év az bizonyítja, hogyha csak külföldi érdekeket szolgál ki, és a nemzeti minimumot nem tartják figyelemmel, például egy ilyen ügyben nem szólalnak fel Ukrajnával, illetve Ukrajna vezetőjével szemben, akkor így fogják elveszíteni egymás után a választásokat. Kárt okoznak, de választást nem tudnak nyerni ezzel a politikával. Hát abban már hátborzongató belegondolni, hogy lehet, hogy ugye a reakció nélküliség talán arra utalhat, ha adott esetben felrobbantják a barátság olajvezetéket, akkor ezt is egyfajta ünnepként él élte volna, vagy meg az ellenzék. Erre most nem fogunk választ kapni, de mindenképpen folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen a következő napokban, sőt már mától kezdve várhatóak azok az ellenzéki megmozdulások, amelyeken vagy felháborodtunk, vagy jókat derültünk ki a vérmérséklete szerint, minden esetre a kordobontás, illetve a családi nap az egyetlen reakció, amit kaptunk az ellenzéktől a botrányok árnyékában. Köszönöm szépen a beszélgetést, az elmúlt percekben a 21. század intézet elemzőit Nagy Ervint hallották. Köszönöm. Köszönöm szépen.